Na, sziasztok! Ott hagytuk abba, hogy mi megyünk tovább. Azt nem kellett volna. Piros volt és rányomtam. Nem hagyjuk a nagyot elmenni. Kékekre megyünk rá inkább. Tehát ahol csak látok kéket, megyünk rá, mert... Pirosból már most jól állunk. Ez Spite Rozika. Most megint nem akarok bosszozni, úgyis rá fogok kattintani, és úgyis el fogom kezdeni szerencsétlent megölni, pedig nem akarom. Nagy szívem van. Hány van még? 4. Az jó lesz. Igen, ez a gond, hogy ezért nem akarok tovább menni. Mert még itt van ez, ehhez kell 4000, itt van ez, ehhez kell 2000 alsó hangon. Itt van ehhez 3000, ehhez megint 4000. Ez SP-s, az mindegy, az majd nő magától. Meg itt menni kellene ezeken végig. Tehát... Ups! Ezt benéztem. Oldalra néztem. Hát az a, az a lényeg, hogy amúgy haladni kell. Ott a kék, ott a kék, ott a kék. Ott a piros, ott a piros, ott a piros. Amúgy ezek a ficánkák, ezek mit csinálnak? Ezek... Van valami... Extra. Ha, egyre, ez így most rosszabb volt, mint az előző. Szerintem az a bolt, nem. Basszus. Még mindig nagy szívem van. Jó, persze visszamehetnénk egy szinttel visszább. És akkor csinálhatnánk azt. De valószínű, hogy mivel erősebb szinten vagyunk, ezért több pötyit kapunk. De menet közben mindjárt kipróbáljuk amúgy. Hogyha visszamegyek egy szinttel, és ott, mivel már most ahhoz képest erős vagyok, ami ott van, az a baj, ebbe így belehalunk. És szerintem azt, amit nem veszek fel, azt nem veszi fel. Ilyenkor, amikor meghalok. Csak azt kapjuk meg, ami valójában nálunk van akkor, amikor jövünk. Mondjuk most tegyük fel, elindítok egy hármas sessiont. Itt rohadt erősek leszünk. Elvileg rohadt sokáig tudjuk majd vinni. Amúgy ez egy jó mérce, mert hogyha egy bosst meg tudunk egy adott pályán gyilkolászni, akkor az azt jelenti, hogy azon a szinten mi már elég erősek vagyunk. Csak menet közben, meg pont ez a legnagyobb gond, amúgy olyan jó lenne látni amúgy, hogy mit csinálunk éppen, tehát hogy miből mennyit gyűjtöttünk, az amúgy hiányzik erről a UI-ról. Hogy így itt lenne valahol egy ilyen kis számláló a bal sarokban, vagy mint ahogy az ilyen játékokban szokott lenni, hogy egy ilyen kis panelit oldalt, és akkor az jelezni, hogy mondjuk mit tudom én, kékből gyűjtöttünk ennyit, pirosból gyűjtöttünk annyit. Csak azért, hogy nagyjából azt is lássuk, hogy haladunk, és ne csak az legyen, hogy csináljuk, de nem tudjuk, hogy mit csinálunk.
Hát, tudom, ez ilyen okosnak tűnt, de amúgy baromira semmi értelme nem volt, amit mondtam. Jelenleg már most ott jár, hogy kezd lemenni a HP-m a támadásoktól, de még vissza tudom tölteni. Tehát ez azt jelenti, hogy és ráadásul, ahogy a számokat nézem, vagy legalábbis azt, ami repül hozzám, pötyi, bit, bocsánat, aha, most kezdünk megfogyni. Azért, megyünk egy pár hármast, jó? Kékenemiket kihúzzuk, támadást kihúzzuk, ameddig csak hagyja. És még ezen a támadáson is húzunk. Nagyon jó, megyünk vissza hármasra. Ho-ho-ho-ho. Igen, az a baj, hogy attól, hogy megölünk egy bosst, attól még nem biztos, hogy jobbak vagyunk a játékon belül. Ez előző okossággal ugye ezt akartam kifejezni. Hogy legyőzzük a bosst, tovább enged minket a játék, de nem feltétlenül jó az, hogyha állandóan tovább megyünk. Ezeknek az inkrementális játékoknak amúgy ez az egyik nagy előnye, úgymond. Főleg így, hogy a presztízs amúgy nem olyan presztízs, mint amihez én hozzá vagyok szokva. Mert amúgy a legtöbb ilyen játékban a presztízs az annyit csinál, hogy mondjuk tegyük fel, elértél 600 szintet, most mondok valamit. És 600. szint után tudsz presztízsálni, de minden, amit addig csináltál, úgymond azt elveszted, és csak a prémium dolgaid maradnak meg. Például most mondok valamit, prémiumnak számít ebben a bosszok megölése után járó lila smötyi bit. A lila, nem tudom minek hívják, azt majd mindjárt megnézem. Még annyit nem játszottam vele, hogy megtanuljam az egészet. Tehát, hogy a lila bitek például az prémiumnak számít, az SP az prémiumnak számít, és minden más, amit addig csináltál, azt úgymond elveszted, csak mondjuk, mit tudom én, másfél szereződik a damage-ed, most mondok valamit, érted. És akkor onnantól kezdve van egy damage szorzód. Vagy attól függ, hogy mikor prestizsálsz, a prestizs szintettől szintednek megfelelően kapsz bizonyos elkölthető valutát, valamit, nem tudom, minek nevezzük őket. Most legjobb erre játszok a klik-klik-diggel. És abban a Big Boom az, ami az ilyen típusú játékoknál a prestízs. Igen. Tehát abban a Big Bang a prestízs megfelelője annak, amit én ismerek. Az szép lesz. Menjünk rá erre, mert hogy a HP-n kezem bulik. Ó, milestone. Mit kaptunk? Juhú! Akkor jövünk vissza. Egy kattintással elvertem az összes pénzt. Jó van. Mi a következő? Kék enemiből kell még 24-et megölni. Ez se lesz rossz. Ennek a felénél járunk 8000-nek. Nem rossz ez. Még nem tudom, hogy mi lesz még itt. De még gyűjtögetünk egy kicsit. Szóval a klik-klik-klikben például a prestízsnek számít ez a Big Boom.
mert ha belegondoltok, mindent elvesztünk, kivéve a... Ó, de gyorsan akartam mondani. Nem Gauda, mert ez a izében van, a tárgyúvaliban. Na mindegy, figyeljetek, miről beszélek. Nem tudjátok, mert nem biztos, hogy ismeritek a játékot. Na mindegy, tehát hogy abban is így van, hogy amúgy elveszítjük az emberkéinket, elveszítjük az aktuális progresszt, de minden egyes alkalommal kapunk a gyűjtött cuccokért szorzót. És mivel nagyobb szorzóval játszunk, ezért nagyobb damage-et, több pénzt keresünk, mondjuk ott azt hiszem damage-et sokszorozza, más játékokban a pénzbevételt sokszorozza. De mindegyik játék amúgy máshogy oldja meg ezt a prestízs kérdést. És ebben meg tök jó az, hogy amúgy a prestízs nem csinál semmi más, csak felerősíti az ellenséget. Tehát a skillfád az nem fog elveszni. A legtöbb játékban elveszted a skillfád, újra kell építened mindent. Igaz, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb és gyorsabb lesz a játék, de mindent elvesztesz. És amúgy nagyon sokan, tehát nézzétek meg az ilyen játékoknak, például mobiljátékokban ez rendszeres, ez a prestízs formázásos rendszer. És nézzétek meg, hogy a legtöbb játékban az van, hogy rákattintottam arra, hogy és elvesztettem mindent. És ezt most komolyan gondolja a fejlesztő, adj vissza mindent, és mert a játékosok nem ezt szeretik, hogy elvesztem a progresszt. Nőjön az ereje a szintnek, amin vagy. Mint ahogy itt is van. Tehát egyre erősebbek az ellenségek, egyre nagyobb damage-ednek kell lenni, egyre nagyobb HP-nak kell lenni, de nem vesztesz el semmit azzal, hogy újrakezded a játékot. Sőt, ennek a játéknak ez a fő mechanikája, hogy rendszeresen úgymond el kell vesztened a játékot, hogy tovább tudj haladni. És amúgy ezek így tök jók. Sokkal jobban örülök egy ilyen mechanikának, mint annak, amikor tényleg én is úgy van, hogy tudom, mert millió meg egy ilyen játékot játszottam már végig, hogy erősebb leszek, és mondjuk mit tudom én az első szinten, gyorsan akarom mondani, de mondjuk mit tudom én, egy óra alatt jutsz le addig, hogy presztizsálhess, és akkor a második szinten meg már, mit tudom én, 10 perc alatt lent vagy, és tovább tudsz haladni. Csak akkor is rosszul esik a játékosnak az, hogy amit addig felépített, azt elveszíti. Annak ellenére, hogy le van írva, hogy amúgy erősebb leszel, meg tudod is, hogy erősebb leszel, de mégis rosszul esik. És azért tetszik ez a játék, azért is vagyok ennyire rákattalva, tehát hogy valószínű most elég sok videó jön majd ki egymás után belőle, míg ki nem játsszuk. Mert... 50 session-t indítottam. Awesome! Mert itt nem büntet a játék azért, hogy erősebb legyen. És amúgy megmenet közben tényleg egy nagyon csilles játék. Nincsen az, hogy rágörcsolsz, hogy meg kell csinálni ezt a szintet, mert egyébként nem tudok tovább menni. Nem. Tudod, tehát hogy alapból a játéknak ez az egész mechanikája úgy van felépítve. Hogy tudod azt, hogy itt ez a része a játéknak, hogy meghalsz. És újra kell kezdened. De már minden egyes alkalommal, amikor visszajössz, akkor mindig egyel erősebb vagy. Most például Perpil, még mindig van hitelünk mindenkit. Nincs. Izé. Jaj, úristen. Érezhetően erősebb lesz minden egyes fejlesztéssel a támadáson.
Ezzel mondom, hogy én tudom, hogy néha annak ellenére, hogy még nem ismertek, kritikus tudok lenni bizonyos játékokkal, amiket ráadásul én választottam, tehát hogy kritikus tudok lenni játékokkal kapcsolatban, de nem azért, mert most ez így milyen szar, hogy ezt így kell játszani, hanem azért, mert millió meg egy ilyen játékkal játszottam az elmúlt időszakban, és ez a játék típus a kedvenceim közé tartozik. Például most vegyük úgy, hogy ott van az Apikó. Ha belegondolsz, kicsit ilyen Stardew Valley is, kicsit ilyen Terrariás, kicsit ilyen Terrariában kimaxoltam az achievementeket. Annyit játszottam vele. És azért is mondom azt, hogy a Terraria például ilyen téren egy etalon játék. Tehát, hogy ő ott van a topban. Mert tényleg egy olyan játék, amit millió egyszer újra tudsz kezdeni, millió meg egyszer el tudod kezdeni a játékot. Végtelen a végigjátszási vagy újrajátszási lehetőség benne. Menet közben mobilon szerintem havi szinten van három ilyen inkrementális idle játék a telefonon, mert mindig kipróbálom, megnézem, ha nem megfelelő a sebesség, nem megfelelő a játék tempó, akkor megyek egy másik játékra. De nagyon-nagyon sok ilyet játszottam az elmúlt időszakban. Kérdezték már egy párszor, hogy mi a francért szereted ezeket ennyire. Ezért! Chilles! Nem az van, hogy mit tudom én. Mobilon például egyetlen egyszer próbáltam lövöldözős játékot játszani. És így mondtam, hogy nem. Ez nem mobilra való. Én értem, hogy mindenki szereti ezeket, hogy mit tudom én. Mi az? PUBG-zni mobilon, meg stb. Nem megy. Nem. Egyszerűen nem. Játszottam 2-3 meccset, és töröltem le a játékot, mert nem szeretem. Nem tudok vele játszani. Mobilon. De Cosby. Mi az a zöld? Szóval... vannak a kék enemik. Az király, mert akkor tudunk fejleszteni. Nagyon sok kéket. Crit damage, crit chance. Menjünk rá arra, hogy ezek legyenek először kimaxolva. Menet közben rakunk a damage-re. Ó! Lassan eljutunk oda. Hogy utolérjük magunkat! 10 000. Édes Isten! Csak tudom azt, hogy mivel alapból nem nagyon ismertek, mert ahhoz képest elég kevés videóm van még fent, őt ebben a témában meg aztán kifejezetten nem volt. Nem tudtam, tehát most is gondolkodom rajta, van egy játék, a Random Dice. Azon gondolkodom, hogy lehetne abból videót csinálni. Próbáltam a telefonomat összekötni a géppel, hagyjuk. Samsung Dex úgy laggol, hogy öröm nézni. A telefonom megy szépen, mit tudom, ilyen 60 FPS-sel a játék. Dexen keresztül egy ilyen... busza? Abelen? Mondom, biztos a kábel rossz, mert amúgy nem gyári kábel, mert a gyári kábele az asetrom, hogy volt egyáltalán gyárilag kábele a telefonomnak. Ha volt is, akkor tönkre vágtam már rég. A telefonom se gagyi, mert amúgy egy S21. És mégis, tehát se hálózaton keresztül, se... kábelen keresztül nem lehet felvenni normálisan vele a videót.
Na, hogy ezen gondolkodtam, de most emulátort meg ennyire nem akarok rakni. Mert vannak ezek a Android emulátorok. Úgyhogy még most azon gondolkodom, hogy le van lett töltve a Google Play. De azon meg nincs fent. És akkor kérdezi tőlem a Google, hogy milyen az élmény. Hát, fos. Ne haragudj. Lehet, hogy nem tetszik a válaszom, de nincs fent az a játék, amivel játszani. Fent van az összes olyan, amivel nem. De pont az, amivel amúgy mondjuk ki tudnék kapcsolni, az nincs. Na, nekem ezek a városépítgetős játékok, ezek a támadjuk meg egymást, és fél évente wipe-oljuk a szervert, mert már elértétek a maxot, és nincsen már kivel játszanod, az nem. Játszottam, volt ilyen morsos, meg a... Mi volt a másik? Hangyás. Nem tudom a játéknak a nevét, ne is kérdezd. Szóval, ja, tehát, hogy így... Wow, most már egy kicsit ez így sok. Lehet, hogy majd lassan mehetünk vissza az a következő más, vagy izére, prestige szintre. Most már akkora támadásaink vannak minden irányba, hogy... Nehéz összeszedni a biteket. Jaj, yeah, yeah. Szóval, ha én lehúzok egy játékot, az csak azért van, mert viszonyítási alapként van mihez viszonyítani. Nem kapok érte semmit. Tehát, hogy nem ingyen kaptam a játékot, a legtöbb játékért, tehát hapikóért is fizettem. És a pénzemért nem azt kaptam, amit várok. Ugyanúgy, ahogy a Click-Click-Digről is, azért mondom el azt, hogy ezért nem, ez, az a játék nem számítógépre való. Tehát ezt például nem szeretném játszani telefonon. Ezt a Notebuster-t. Mert ennek meg pont ez, hogy az EGR, a stb. Stb. Most mit csinálják? Telefonon fogja meg, húzzam ide az EGR-et, vagy kattintsak ide, kattintsak ide, kattintsak ide. Nem. Ez meg pont nem való szerintem telefonra. Nem élvezném annyira, mint itt. Tehát a Click-Click-Dig-nél például azért húztam le egy kicsit a játékot, az én értékrendszerem szerint, mert tehát ha én leülök egy számítógépes játék elé játszani, úgy mint ez, ide köt, és szeretek itt ülni mellette, és nyomkodom, és akarok vele játszani, és várom azt, hogy mivel hogy nem akarok vele játszani videón kívül, ezért várom azt, hogy mikor vehetem fel a következő videót belőle, mert tényleg tetszik a játék. És nem az van, hogy Bocsi, csak közben gondolkodok, hogy mi legyen. Ezt itt kimaxoljuk. Jó, már ez is zöld, ez is zöld, ez max, ez még kék. Na most az a kérdés, hogy akarunk-e még egy pulzboltot? Vagy inkább az explosiont? Inkább az explosiont. Az a robbanás, ez nekem nagyon bejön. Milestone? És akkor... Oh, hey, how? Upgrades. Jövünk is vissza egyből. Krittel még nem akarok foglalkozni, de ilyenekkel igen. Bosszokat azt mindenféleképpen szeretnék majd nyírbálni hamarosan. Hű!
Na ez az, hogy itt lesz az, amikor nagyon be fog indulni a játék amúgy. Most gondolj bele abba, hogy felhúztuk, hogy jól számolom, és úgy számol a játék, ahogy én gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy 500% damage-et tolunk már alapból a bossra. Ez meg még minden egyes alkalommal duplázni fogja. Mármint, hogy az alap damage-et. Tehát, hogy nekem egy számítógépes játéknál ez a fő célom, hogy én leülök, és szeretnék vele kikapcsolódni. De akkor, amikor egy... Most... Gondolj bele abba, most csak mondok egy ilyen hülyeséget, mondjuk mit tudom én, Rainbow Six Siege. Nem játszhatnál, csak úgy, hogy mondjuk van energiád a játékban, a karakterednek van egy energiája, amiből mondjuk mit tudom én, óránként plusz egy energiát szerezhetsz vissza. És minden meccsed mondjuk egy energia. Játszanál a játékkal? Nem. Tehát ez a időhöz kötött játékmenet, ez mobilra jó. De mobilon mit csinálsz? Beülsz a trónra, és elkezded nyomkodni a telefonodat. Este nem tudsz aludni, elkezded nyomkodni a telefonodat. Például ott van a Random Dice, amivel szoktam játszani. És az is úgy van, hogy mondjuk mit tudom én, este 10 óra körül, amikor végzek az aktuális nappal, akkor megnyitom a játékot, játszok vele vagy 2 órát, kimaxolom azt, amit aznap lehet szerezni, és utána megyek tovább. Alszom, megyek, nyomkodom a TikTokot, valamit csinálom. És utána aznap már nem is nézek fel a játékra. Jó, van olyan, amikor mondjuk mit tudom én egész éjszaka, mert nem tudok aludni, nyomkodom a telefonomat, és mondjuk akkor olyankor jó pár random dice kört letolok, főleg így, hogy most találtam egy tök jó deket. De ez a lényege a mobil játékoknak, hogy ott nem nyomkodod a mobilodat egész nap. Jó, oké, van olyan, aki igen, de tehát, hogy általában úgy nem. Tehát azt arra, mit tudom én, pár órás kikapcsolódásra használod, amíg vársz, mit tudom én, az orvosnál, autószerelőnél várod, míg az autód elkészül, stb. És addig arra, mit tudom én, 20 percre bemész 2-3 kört, lejátszol valamelyik kedvenc játékodat. De számítógép elé, ha leülsz játszani, akkor általában nem úgy jössz lejátszani, hogy én már most pedig akkor letolok egy 20 percet ezzel a játékkal, és akkor utána 8 óra múlva meg majd visszajövök. Nem. És én ezért húztam le. Lehet, hogy ezt sokan félreértették, hogy milyen nem tetszik az a mechanika, de amúgy azért. Mert ez nem számítógépes játékmechanika, hanem mobil játékmechanika. Level up. Ez az. Mert, tehát én úgy vagyok vele, hogy szerintem egy ilyen számítógépes játéknál az aktív kikapcsolódás. Tehát az, hogy például ennél is, úristen, mennyi minden van itt, ez a képernyőm, hello. Hát most nagyon sokat fejlődtünk, mert még nem akar a HP-m nagyon lefelé menni. Most már azért úgy néha-néha kapok egy-egy erősebbet. Hát, ez így jó. Ez így tetszik. Nem tudom, hogy a következő boss az hol jön majd. De majd látom, hogy valami zöld is fog kell lenni, amiből meg nagyon keveset kapunk majd. Na, végre meghaltunk. 2000. Jó, 11 000. Na. Ne szólj bele.
Jó. Na, és akkor zöld, zöld, ez még mindig piros, 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 még nagyon sok piros tucat kell csinálnunk. Ezt is megkaptuk, ó, nagyon jó, csak kékből az a baj, hogy nincsen már több fejlesztés. Az lila fejlesztés, aha, az kék, SP fejlesztés, jó, na. Nem, még megyünk ebből, nem, megyünk a következőre, megnézzük, hogy amúgy ehhez képest, itt azért nem mentünk olyan túl sokat, hogy ebben mekkorát fejlődtünk. Hello. Lassíts! Hát nem tudok ilyen gyorsan húzigálni! Ja igen! Az jó volt. Múltkor említettem azt, hogy túl gyorsan vége van a klik-klik-klikben az egyik ilyen, hát hogy naponta 20 gyémántot lehet szerezni. És hát 20 olyan kígyó, nem, giliszta jön fel, ami Prestige 5. Jó, de mondjuk itt elég kevés dolgot kaptunk. Na most, arra kellene rájönni, hogy melyik irányba kell haladnom ahhoz. Erre? Kriptomány tab. Hoho! Hát itt van az, ami majd itt szépen nekünk. Édes jó Isten! Szóval elvileg, ha egy ezredbe teszünk, aha, tehát így fogunk tudni majd netcoint vásárolni. Jó van, jó van. Ezt is megnyertük. A netcoin az pedig akkor úgy lesz, hogy innen fog jönni. Aha. Ő azért jó sok mindent fog kellenünk betenni, akkor még pirosat még mindig vadászni fog kelleni. Nem is keveset. Mert egy ezresből lesz 0,01-ünk, ugye? Jól számolom. Igen. Bizonyos idő alatt fog majd szépen felfejlődni nekünk az adott szintre, amit majd utána a sárgával fogunk tudni felfejleszteni, ami valószínűleg majd valahol itt lesz. Igen. És amúgy ebből a netcoinból az lesz az első szerintem, hogy ezt megvesszük, mert pont annyit fogunk majd kitermelni. Már azt nullázzuk ki, és akkor ez is majd netcoinos lesz. Jó, édes Isten. Oké. Okay. Aztán... Ó, még egy kell. Mennyi? 61 múlt. Édes Isten. Na jó. Szóval... Minden, amit tudunk, kifejlesztünk most. Jót haladtunk szerintem megint. Az a baj, hogy most az zavar a legjobban, hogy kékből nem kaptunk annyit. Mármint, hogy kék fejlesztésünk most nincs. Hogy még vajon, hogyha itt tovább haladunk, akkor mondjuk tegyük fel, ha ezt feloldom, nem. Ha ezt feloldom, meg ezt, akkor itt jön-e még kék? Mert amúgy így a kék az körülbelül most per pillanat 6 szontalan. Na mindegy. Mindenféleképpen rámegyünk arra, hogy sárgákat kapjunk, tehát hogy ez lesz az első fejlesztés, amit kitolunk. De már mindjárt kész is.
És akkor utána megyünk, megint még szerintem visszamegyünk egy pályával vissza. Itt azért még van egy jó pár tízezeres, amit ki kell tekerni. Itt is ez 15 000. Ezek már most kék-lila. Igen. Tehát még azért még egy párszor le kell tolni azt a pályát, de utána úgy látom, hogy jók leszünk. Úgyhogy következő részben megyünk tovább a piros vadászással. A sárgákat mindjárt ki is fejlesztem, hadd jöjjenek. Így, meg is lett. Köszönjük. Why not? Pont annyi van. Na mindegy, erre majd rájövünk a következő részben. Addig is lájkoljatok, iratkozzatok fel. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!